Szervusztok, srácok! Nézzük meg az április 4-i második ingyenes játékot. A Thief-en már túl vagyunk, de még itt van nekünk az Outer Worlds. Az Outer Worlds egy olyan játék, amit 2019-ben adtak ki, és 2023-ban kapott egy remaster verziót, amiben szebb a játék, illetve magasabb a level cap, illetve minden eddig kiadott DLC-t magába foglal, és mi most ezt kapjuk meg. Ez egy 60 eurós játék, nagyjából 16 óra végigjátszani, hogyha csak a fontos dolgokkal foglalkozol, de egyébként 53 óra kimaxolni. Ez egy Unreal Engine 4-en futó játék, egy first person perspektívás RPG. Lehet karaktert és hajót is kreálni. A hajón ott vagy te és a kompanionod, akivel kettő halad veled az utad során, a többiek a hajón maradnak. A hajód ez gyakorlatilag egy ilyen lobby, azzal így fast travelers bizonyos pontok között, a hajódat azt így nem tudod irányítani, de van hajód, és az azért menő. Lehet dönteni a játékba, ami így hatással van a sztorira. Van többféle válaszadási lehetőség, ilyen hősies, mániákus és illetve ilyen hülye opció. Van közelharci fegyver, lőfegyver, és a lőfegyverrel többféle lőszered is lehet. Könnyű, nehéz, illetve energialőszer, valamint elemental damage-et is tudsz tenni a fegyverekre. De hogyha nem akarsz harcolni, akkor azt el lehet kerülni. Lopakodhatsz, de használhatod a szociális készségeidet is, mert meg tudod győzni az embereket, tudsz hazudni is, illetve megfélemlíteni is, hogyha éppen olyan a lehetőség. A karaktered egyébként fejlődik, skilleket tudsz feloldani többféle ágon, science, medical és engineering ágon, illetve van ilyen Falloutra jellemző időlassítás, időmegállítás, amikor így felfedi a játék, hogy mennyi HP-ja van az ellenségnek, és ezzel így, hogy leáll az idő, még taktikai előnyhez is szert tehetsz. A játéknak a folytatását egyébként már 2021-ben bejelentették, hogy lesz majd Outer Worlds 2 valamikor. Azt még nem tudjuk, hogy mikor, de lesz. Egyébként ezt a játékot, ahogy itt látjátok, az Obsidian csináltam. Az Obsidian pedig egyébként a Grounded-ért, a Pillars of Eternity-ért, a South Park Stick of Truth-ért, illetve a Dungeon Siege-ért, valamint egy Fallout-ért is felelős. Akik esetleg ismernek ilyen régebbi játékokat is, hogy KOTOR 2 vagy Neverwinter Nights, na, az is egyébként az ő munkájuk. Úgyhogy hát ők értenek egyébként ezekhez. Ezt fogjuk most majd megnézni, van hozzá egyébként magyarítás is, de képi, úgyhogy ahhoz úgy álljatok hozzá. A másik játék, amit megnéztünk, ez a, amit most így adnak, ez a Thief, ez egy ilyen lopakodós játék, azok csinálták, akik a Marvel's Avengers, a Guardians of the Galaxy-t, a Shadow of the Tomb Raider-t, illetve a Deus Ex-eket. Ez egy 2014-es játék, és ezzel akarták rebootolni a szériát, de előtte még az volt a tervük, hogy kiadják a Thief 4-et, de hát változott a helyzet. Ez is nagyjából olyan hosszú, mint az Outer Worlds, egy lopakodós játék, többféle kép is megoldatsz egy-egy helyzetet. Viszont jövő héten a Ghost Runner-t fogják adni, amit egyébként már korábban adtak. Ez egy ilyen, hát elég intenz, gyors és kaszabolós játék. Ott vannak is karddal, Dr. Otto Octavius ellen tudsz majd itt küzdeni. Lehet falon futni, egy elég intenzív és tényleg akciódús játékról van itt szó. Ott a penge, és ott így futsz a falon, meg kaszabolsz. Jó lesz. Ennek amúgy van második része is, hogyha esetleg így már ezt kimaxoltad, akkor arra is érdemes rávetnetek magatokat. Na nézzük az Outer Worlds-ot. You have returned.
Köszi szépen SVB a 3 hónapos támogatásodat. Köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. És gratul az újabb budgethez. Peregjenek, srácok, a szvegek. Na, te mit vettél meg Blade a Steam-en? Köszi a pergetés, srácok. Már is mutatom nektek a beállításokat. Ez elvileg a max grafika, 1440p, és nincs skálázás. Semmiféle képjavítás, ultra minden, kromatikus aberráció. Ennyi. Akkor használd ezt a módot, ha jobban szereted a történetet, mint a harcot. Az ellenség kevesebb életerővel és kevesebb sebzéssel rendelkezik. Igen. Supernova, a legnehezebb nehézség, és csak a játék elején választható ki, és haladó játékosodnak ajánlott. Ha lejjebb veszük a nehézséget menet közül, akkor nem lehet újra Supernovára feltenni. Enned kell innod és aludnod a túléléshez, a társak végleg meghalhatnak, a megnyomorított test és végtag állapotok csak egy nyugalommal gyógyíthatók. A fegyverek és páncélok nagyon rosszul működnek nulla tartóság mellett. Csak a saját hajodhoz tudsz gyors utazni, csak a hajón belül alhatsz, és kézzel csak akkor mentetsz, amikor a hajódon belül vagy az automatikus mentések pedig korlátozottak. Wow! Nem frissült? Nem frissült a cím? Az a szemét cím. Már is orvosoljuk, köszi, hogy szóltatok. A királyság. Köszi szépen. Ez a Supernova mód amúgy elég menő. Beszélgetés, felirat kell. Beszélgetésen kívül elhangzó szavak nem jelennek meg. Ez is kell. Hát a szöveg méreted meg így. Én azt mondom, legyen 4-es. Prosperity awaits you in the stars. Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society. Ez kell nekünk. A filmes felirat. Jó. Akkor mehet újra. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon colony.
hundreds of thousands of colonists left to drift out here forever. Just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Attribútum pont kiosztások. Hosszú fegyver, kézi fegyver, lopakodás és lockpick az ügyességnél, ez amúgy tetszik. Charm. Megfélemlítés, hazugság, meggyőzés. A temperamentum is hatással van a lopakodásra. Percepció, kézi fegyverek, hozzó fegyverek, nehéz fegyverek, lockpick. Ez most melyik játék? Hát elvileg lehet látni ott a... ott lent, nem? Ott írja, hogy Epic ingyenes, és alatta pedig a játék címét. Vagy nálatok nem jelzi? Azt mondja, szerintem legyen ez kézi fegyver. 10% az extra fejlővéshez. Még? Nagyon magas. I bet you wrote some thorough reports. Az átlag alatti tulajdonságok büntetéssel járnak. Oh dear, someone vandalized your hibernation chamber. Hoppá! Aha! Na ez amúgy nekem tetszik. Igen, és akkor nagyon fegyveres, bizony. Teherbíró képesség még amúgy az ismertne. Távolsági fegyver újratöltési sebesség. Oda mehet egy. Igen, teherbíró képesség. Nekünk nem kell ilyesmi. Közelharci sebzés? Hát akkor... hát én nem is tudom. Ügyesség. Jobb lesz a lockpickünk. High blood pressure could keep you from blacking out at least. A temperamentum HP regent ad. Jó van, jó ez így. Jó ez így. Én azt mondom, jó lesz ez így. Na nézzük. Azt mondja, hogy közelarci fegyverkészség, az nem érdekel minket. Kézi fegyverkészség csökkenti a fegyver kilengését egykezes lőfegyverekkel való lövés közben, és növeli a kritikus találati esélyt ezekkel a fegyverekkel. Ha itt is kilengés... ott írja egyébként, hogy mik oldódnak fel. Itt például PTD helyszín találat effekt feloldás. Nehéz, hogy a gyerek azonnal újra töltődnek, miután az utolsó lőszerüket is elhasználták. Nem kritikus találatnál figyelmen kívül hagy 50% páncélt. Kritikusnál meg 100% páncélt. Lopja az emberektől lopva.
mármint hogy lopakodva. Célpontjukat megölő lopakodó támadások nem riasztják a többi ellenséget. Minden zárt tárolóba az első szabadon nyitató tárgyat következmények nélkül el lehet lopni. Wow. Tű, és akkor van két pontunk. Hát nem tudom milyen, nem tudom milyenek ezek a fegyverek. Most érted mi alapján döntsem el, hogy én most a... erre akarok-e menni? Tessék. Elérhetők-e? Ja, hogy a távol... A gunslinger. Oh, they're going to tell stories about you from here to Hephaestus. Ja? Ja, hogy így? Értem. Még mert? Ja, ja, hogy választani kell. Capital. Hát én nem is tudom, srácok, mire kéne rakni. Védelem, tessék. Yes, I should pick someone likely to survive a hail of gunfire. Jó. Alkalmasság. Belépés szintű karrier. Ital, kiszolgáló technikus. Ital, hatás időtartama. Tehát ez a származás, hát nem, nem származás. Kapott plazmakár, biztonsági ellenőr. Okay. Gyári munkás, szállító szalag kezelő. Ezek vagyunk mi. A nemünk pedig milyen király volt, ahogy megjelent a karakter. Nő, nő lesz a nemünk. Csak hogy kérdezgessék az emberek, hogy miért nőt csinálunk. Hát... jó lesz ez az egyes. Ah, ez a tízes bőrtónus is nagyon jó. Én egy Sharingant szeretnék, olyat nem lehet? Jó. Fú, na hát ezekhez szerintem annyira nem fogunk hozzányúlni. Függőleges szemöldök. Jó, nagy szája lesz, jó? Ahhoz hozzányúltunk. Tessék így. Harcok. Vajon honnan jöhet az, hogy arcok? Hát eddig úgy néz ki, hogy itt ilyen rövid hajak vannak. Biztos a sisak miatt, igaz? Hát ez nagyon előnyös lenne ez a haj ennek a csaj karakternek.
Jó, ez lesz akkor a hajunk. Tetszenek ezek a vad hajszínek. Mindenki neon zöldet szeretne csinálni, azért van ennyi. Vörösből meg van 8 féle. Jó, na ez jó lesz, ez nagyon jó lesz. Szemöldök stílus. Ó, olyan jó, középen összenőtt szemöldök. Szemöldök stílus 34 asztalat. Jó, de hát mindegyikből van ilyen összenőtt. Jó, azt mondja, hogy itt kiválasztunk egyet. Itt volt a második. Tökéletes. Arc szőrzet. Jól van azért, mert 2019-ben is gondoltak arra, hogy lehessen bajszos csajokat csinálni. Ez ugye fontos. Ha nem lehet bajszos csajt csinálni, akkor ugye mehet is a cancel. Na. Aha. Aha. Na, ez a kettes, ez már azt mondom, mehet is. Hatos. Vannak itt extrém sminkek. 17-es is amúgy tetszik. Hú, a Rise of Roninban nagyon jó sminket sikerült csinálni, nagyon jó karaktert sikerült csinálnunk. Igen, ilyen megvert arcúval szeretnék játszani. Jó. Kész. Kész. Dört. Legyen mocskos. Hát én ezeket sose éltem, srácok. Ezeket a sebb helyeket, meg ezeket a koszosságot. Kor. Aha. A legfiatalabb lesz. Te se szapatod a karakteredet, ne legyél szégyellős. Hát a kész, kész. Mi legyen a neved? Gizi. Megnézzük. Új. Na nézzük, 70 új női név. Aha. Tudtátok, hogy 2023-ban elfogadott női keresztnevek között van a Kyoko, meg a Mathuri, Shoshana, Shyvan, Palzom, Teca, Teca. Az lesz a neve, hogy Kyoko. Ez egy női név. Vagy a Giridiana. Giridiana. Jó, Kyoko. Tökéletes. Kyoko. Kész. Így van. Gyári munkás, szállítószala, kezelő, Kyoko. Looks to me your lucky day. Szeva Sensei, szia MG/X, üdv mindenkinek, srácok. Igen, ez gépi magyarítás, amit itt láttok. Not likely, bootlickers.
Initiate skip jump. Terra 2 földkörüli laboratórium, Halkion rendszer. Status, structural integrity down 25%. Power levels down. Shit. Mivel ez egy There you are, wondering what's going on. Egy RPG, szerintem nagyjából egy óra alatt sem eddig nem fogunk jutni, de hát azért megpróbáljuk kihozni ebből a maxot, jó? This means that you and every other colonist on Alp have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Guggolás hasznos. Lehet nem figyelt senki MGPerix, ez a második nehézség a négyből. I've also outfitted you with a simple wireless monitor so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. A novéig játszottad, igen? Ah, you've landed good! Hawthorne should be close by. What in lost name? Nekem most így hirtelen a Starfield ugrott be, hogy ez olyan Starfield-esnek tűnik ez a game. Bár tudom, hogy ez hamarabb volt. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Egyébként ezzel a remaster verzióra voltak panaszok, hogy Stuttering láncskor nem volt a legjobb. De én most nem érzek ilyen problémát. Bár már azóta nyilván javíthatták ezeket. A weboldal vizsgálata. Júj.
been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Direkt megsebeztetett minket itt a játék. Hey, you've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stinks. Kimondtam. Ő nyugodtan összefoltoznak. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Aha. Szóval, hogyha nem ilyen puffogtató karaktert csináltam volna, hanem sokkal inkább ilyen beszélgetésekre rámegyünk, akkor akár ez az orvosi rész is megváltoztathatja itt a szitukat. Nice. Hogy érzed magad? Better, thanks to you. I might have bled out on my own. Or worse, had to go begging the boss for some Adrena time. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Elsült a fegyverem. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Egy barlangba bújkálsz és elzártad a kijáratot, olyan vagy, mint a halott lennél. Spacer's choice policy clearly stipulates that dead and as good as dead are two completely different properties of matter. Unless I'm dead, I'm contractually obligated to attend to my post. I will report that illegally grounded spacecraft if it is the last thing I do. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Aha. Van egy jobb ötletem, add ide a fegyvered, és elmegyek segítségért. Hazugság, megfélemlítés. Te egy idióta vagy, add ide a fegyvered, mielőtt megöleted magad. Yeah, okay. Úgy nézel ki, mint aki ért a fegyverhez. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too. Még a szabjáját is nekünk adja. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Yes, nailed it that time. Elmentem. Meg tudod mondani, hogy hol vagyok? You hit your head or something? Ez az Emerald Vale. Vale. We're a Spacer's choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Mi tudsz a reményről? The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Aha. Na, fegyverkezelés egyszerre legfeljebb 4 fegyvert tudsz felszerelni, igen, oké. Okay. Hozzá, oké. Oda néz. Jó, hát ezt kipróbáltuk, meg lehet ölni az NPC-t. Ez amúgy tetszik? Ez tetszik. Damaged my ears! What just happened? Can you hear me? What in the hell? This... Ja, és így csökkent is a repunk.
azzal a helyjel. Na, hibernációs komplikációkat észleltek. Taktikai időtágítás. A hosszabb hibernáció után és felélesztésből eredő komplikációk miatt az agyad másképp dolgozza fel az időt. A taktikai időtágítás gomb megnyomással lelassítja a világot, időt ad a gondolkodásra és a cselekedetre is. Ebben a módban korlátozott időd van, a mozdulatlanság nagyon lassan lemeríti a TTD mérődet, mozgás közben és a támadások gyorsabban... Igen, jó, oké. Szóval ez olyan, mint a Falloutban, amikor lelassítod az időt. Most nincs rajtuk csisak. Egyes tárgyak találat esetén felrobbannak, lőd le őket, amikor a ellenség van a közelben. Hú, van benne dodzsolás, aha. Darabos bányász sisak. Szevafis, neked annó tetszett ez a game? Jónak tűnik amúgy, eddig. Jaj. Mennek a headik. Feloldott a leaf funkciót, előre felé mozogva duplán kattintasz az ugrás gombra. Lemaradtam. Vajon ebben jobban tudok lootolni, mint a Starfieldben? Jó, mondjuk nem végtelen a zsákom. Hát... De vajon több szemét van ebben a játékban, mint egy Starfieldben? Ja, amúgy még... Hopp! Rosszul lépeltünk, azt hiszem. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gull on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. That's a answer, Tarfish. Megtalálta az egyik csapattársadat egy barlangba, az mehet. Really? How is he? Hogy van? Még mindig egy idióta, remélem te egy kicsit okosabb vagy. Of course I am. I'm a superior. Én vagyok a felettes tisztje. Just you watch. I'll cross these marauders off with a swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand and personal defense. Kimaradt ez a game? Nem tudom, a Falloutok mennyire állnak hozzád közel, de az alapján, hogy a Starfieldet imádtad, szerintem az alapján neked ez bejönne. Elfogadom, hogy rá tudod venni ezeket a martalócokat, hogy megmondják, hol van a hajó tulajdonosa. Ne aggódj, ülj nyugodtan, majd én elintézem. Solo playek. Jój. Micsoda?
Feladatod a perfect blokkot, amikor a blokkodat pont akkor időzíted, amikor az ellenség közelarci támadás ér. Micsoda, lehet benne perizni? Lehet benne perizni? Hát akkor peri buildet kellett volna itt építeni. Hát igen, ennyire vágyom arra, hogy Rise of the Roninozzunk. Tényleg, Sensei, te azt már végigjátszottad? A Roninost? Olyan gyorsan eltűnnek amúgy itt a túltipek. Ez a hajó nem tartalmaz értékes zsákmányt. Szeva Hungrave. Aha, biztos nem tartalmaz értékes zsákmányt. Intruders are not authorized to access the unreliable's amenities, including the cargo hold's workbench. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Azt mondja, az egészségemre veszélyes, hogyha ignoráljuk őt. Smile for my surveillance device, Marauder. I am tracking your every move. Te vagy az? Hello, Marauder. I am Ada. A hajó autonóm digitális asztrogátora erőszakos megtorlást is tud alkalmazni. Nem szeretem, ha így beszélnek velem. Azt mondja, mit fogsz tenni, önmegsemmisítés? Elindítottuk a kilövési eljárásokat. Betesdán játszottak volna kicsit többet ezzel az előző három évben? Hát kaptak volna egy kis inspirációt? Tudod, hogy a Földön vagyunk? Már valaminek történnie kellene? Én mindig itt vagy. A megtévesztő protokolljaim kudarcot vallottak. Arra programoztak, hogy csalódást fejezzek ki. A levegőbe kellene emelnem ezt a hajót. Alex Hawthorne kapitányon kívül senki mástól nem tudok parancsot elfogadni. A kapitányod egy vörös folt a mentőkabinom alatt. I understand. I will require some time to process this information. Ja. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must Csak be Captain Hawthorne kapitány parancsait fogadhatja el, szóval akkor én most Hawthorne kapitány vagyok, megértettem? Ó, valamiért az volt, Sensei, hogy neked van PS5-öd, de hát én is arra várok, hogy majd megjelenjen PC-re. De hát akkor a jövő hónapban, azt mondom, jövő hónapban jön a Tsushima, akkor azzal jócskán el leszel. Én már szemeztem azzal, hogy mennyibe kerül egy Sakai penge. De én nem Hawthorne vagyok. Hawthorne halott. Értem, átvitt értelembe beszélsz. You wandered outside this ship and experienced a permanent, life-changing encounter. The old you is dead. A régi énet halott. Welcome back, Captain Hawthorne. I extend felicitations and congratulations on your life-changing experience. Nem érted, a nevem Kyoko. Értem. Elnéven fogsz beépülni. Ennek megfelelően frissítettem a diszkréciós protokollomat. Milyen szomorú zenét játszik le, mert nem megy a motor. Azt mondja, hogy kétlem, hogy egy ilyen alkatrész csak úgy találnék a garázsba. Okos megfigyelés. Power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements.
Kapitányi patron, azt mondja. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Hagyd abba ezt a Hawthorne kapitány hülyeséget. It is difficult for me to do so. I am programmed to accept commands from Captain Alex Hawthorne, after all. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Tetszik, hogy ilyen vicces, ilyen szint felfelé. Na. Tetszik, hogy ilyen kretén ez a játék. Minden alkalommal szintet lépsz, képességpontot kapsz, fejlesztheted a képességeidet. Ha egy igen elköltünk, akkor az adott csoport összes szakképességét javítja. Legfeljebb 50-ig. 50 után pontokat adhatsz közvetlenül a speciális készségekhez 100-ig. Minden készség fejlődik, ahogy növekszik. Igen. 20 pontonként bónuszok vannak. Jó, ugye ezeket olvasgattuk. A páncél, fogyóeszköz és az állapothatások ideiglenesen megnövelhetik és csökkentetik a képességeidet. Nagyon jó. Vagy éppen romthatják. Nagyon jó. Ott hagyja akkor azt a katanával. Nice. Nice, nice. Egészségpontok, oké, jó. Jó. Na, szóval. Elérhető pont 10. Tehát akkor én, hogy... Aha. Aha, jó. Ez, igen. Ha a TTD során az ellenséget különböző helyeken találod el, akkor az adott testrészek megnyomorodnak, vagy megnyomorodnak. Próbáld ki különböző helyeket, vagy lásd a különböző hatásokat, a mellkasra mért találtok különböző fegyverek használata esetén eltérő hatást váltad ki. Oké. Na, mehet távolsági. Vagy most ez mi? Perk section. Minden második szinten egy új perk pontot kaphatsz, játék közben is lehet szerezni, egy hiba elfogadásával. Ha 5 új perket szerzel, akkor a következő szintű perkek is elérhetővé válnak. Néha te vagy az egyetlen ember, akiben megbízhatsz, és ez így van rendjén. Aha, tehát lehet úgy is játszani, hogy nincsen kompanion. Nem lassúak, csak te vagy gyors. Tudományos fegyver magazin mérete. A hibáid száma alapján megnövelt sebzést okozol. Ez nem vágom, mi lehet. Jobban bírjuk a cuccokat, a súlyokat, az amúgy lehet, hogy elsőnek jó lesz. Feloldja a képességet a gyors utazás terhelés esetén is. Aha. Micsoda? Társaid sokat taníthatnak neked a gyilkolásról. 50% XP a társak megöléséből. Szerintem ez úgy akart lenni, hogyha a társunk öl, akkor több XP-t kapunk. Jaj. Az ügyes tárgyaló fél... Az ügyes tárgyalófélnek lenni néhány barátodba kerülhet, de a bizbe kárpótolsz érte. Küldenek biteket, srácok. Jó lesz az 50. Oké. Megerősítjük.
Jó. Reputáció is van. Idegenben, egy idegen földön. Tehát teljesítmény szabályzót kell keressünk. Egy Sakai pengén, te is gondolkodtál már? Nagyon vagány. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Nagyon tetszik. Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, ma'am, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Ön bátortalan erőszakkal veszi fel a foglalókat. Azt mondjuk neki, hogy én egy csillaghajó biztonsági felügyelője vagyok. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Az a helyzet, hogy ez egy nagyon mókás játék, legalábbis így a beszélgetések alapján, és szerintem nagyon jó végigjátszást lehet úgy csinálni, hogyha mondjuk arra mész rá, hogy nagyon jó a beszélőkéd. Jesus. Na hát ez meg is van. Mondjuk futás és ugrás az olyan, mint a leap egyébként. Na ezt figyeljétek, ide jövök. Gyengíti a vak. Ja? Én még itt olvasgattam volna. Ez nagyon király. Nekem a Falloutban is tetszett egyébként ez az időlassítás. Loot! Loot! Még több loot! Ha eljátok, lehet ráhúztam a chatre az egeret. Nem húztam rá. A környezet ilyen, nekem ilyen kicsit ilyen No Man's Sky-os, ilyen annyira túl szaturált, hogy már így tényleg a No Man's Sky jut eszembe, amit egyébként nagyon-nagyon szerettem. De jó az a vulkán ott. Szilasz. Hey, where'd you come from? Don't go ambling out in those hills. That's Marauder territory, friend. Kösz. Honnan tudod, hogy nem vagyok martalóc? Túl szépen beszélsz ahhoz képest. A legtöbbjük csak morog és ordít. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Örülök, hogy találkoztunk. Alex Hawthorne vagyok. Fizetnek azért, hogy idegenekkel csefegj. I am employed by the retirement department of choice. That's fancy talk for working in the cemetery. Name Silas, junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Mm-hmm. Junior in humor, szép cím egy sírásónak. Inkább azt mondod, hogy kivel beszéletek a teljesítményszabályzóról. Definitely not the junior in humor, that's for sure. Hát ez egy jó megállapítás. Reed Thompson irodája. He's up in the tower above the cannery. Head into town. Eddig elég menőnek tűnik amúgy ez a gameplay. You ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Én attól függ. Edgewater is a company town, board owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our gravesites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures.
Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Azt akarod, hogy beállítsam, amivel tartozol. Meg tudom csinálni. Négy munkás még nem fizetett. Phyllis, Conrad, Ludwig és Martin. Talán meg kéne csavarni a karját egy kicsit. Hol találom őket? Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy, I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. Ludwig a leszállópálya mellett van. Jó. Miért különleges eset Abernathy? He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Yeah? Na, mit akartunk kérdezni? Jó, hallottál valamit a reményről? A kolónia hajó? Nagy csillaghajó tele telepesekkel. Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumors go. There a reason you asking? Szava Jimmy, szavaztok. A remény nem pletyka, ez a valóság, én vagyok az élő bizonyíték. All right, easy now. No need to get your hackles up. Úgyse hisz nekünk. Maybe you've been out in the túl sok helyig voltál kint a napon. Why don't you head over to the cantina? Get yourself some zero-g brew. It's a brew that's good for what ails you. Nem értem, azt mondták, hogy a kolónia vár minket. Look, I don't know what's got you caterwauling about hope this and colony that, but you need to stop. Nem akar nagyon beszélgetni erről a reményről. Hol a baj, ha kérdezek? Trouble's in the asking. Board don't much care for folk running their mouths, spreading hoaxes and the like. Frankly, neither do I. Aha, jó. Something I can do for you? Diakról. You run into any trouble? Ja, jó. Okay. Szeretné luxusba és kényelembe tölteni az éveit, arról álmodik, hogy Bizánc boltíves boltívei alatt sétáljon. Akkorai nyugdíjazás végre itt van. Akkorai nyugdíjazás az önéje Bizáncba. Akkorai nyugdíjazás sok felelnök és Clark miniszter ajándéka önöknek. A korengedményes nyugdíjazási eljárásra való kiválasztás sorsolással történik. A nyertesek egy minden költséggel fizetett utazást élvezhetnek új életükre Bizáncba, a Halkion jégkövében. Uh-huh. Aha, lehet lopni, na hát olyat nem csinálunk. Hacking és zárak feltörése. Á, mi nem csinálunk olyat. Á. Amúgy ezt kéne csinálni. Please don't touch anything. A kezel valószínűleg tele van baktériummal. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. A hajvágásodhoz általában ingyenes előadások is járnak. We don't believe in free anything here in Edgewater. We're a Spacer's Choice company. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Húha, szeretném megjavítani a hajómat. A ship? Dear me.
You seem to have lost the ability to distinguish between reality and fantasy. This is what happens when you let your imagination run wild. I don't approve of fantasizing. It's a dreadful habit, corrosive to the mental faculties. You ought to hagynia kéne, hogy a plébános belenézzen a fejébe. Plébános. Vicar Maximilian, our man from the OSI, here to spread the message of scientism like a soothing balm upon a feverish head. Or so you'd expect. You'll find him in our local church. Hát köszönöm szépen, ez egy nagyon hasznos információ volt a hajó megjavításhoz. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. Igen, azt akartam mondani, hogy egy szót se értek abból, amit mondtál. I mean that I can't possibly pay my gravesite fees. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. Arra szerintek, hogy Silas egy árokba dobja a testét, ha lejár a szavatossága. Azt mondja, ne légy szigorú magadhoz. I have to be, if only to prepare myself for my inevitable dressing down at the hands of corporate. Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Szegény csóka. Orvosi jogok. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Adj Silasnak egy adós levelet. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Ja. Much obliged. Tetszik amúgy, hogy kihúzza a fiókokat, és úgy ajánlja fel a lopást. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Well, Na, azt mondta, hogy vele kell majd vigyázni. Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. Nem akarod elmondani, hogy mitől vagy ilyen ideges? You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? Biztos vagyok benne, hogy említettél valamit arról, hogy sanyargatnak. You don't know that. I could have been saying anything. Maybe I said vague. You know how words sound a mite strange when you're sick. Wait, no. Oh, damn it. Okay, listen. Maybe I am feeling a little under the weather, but I swear I'm on the mend. Please, don't tell the constable. Most cseréltek modemet, és elvileg kétszer gyorsabban át azóta akad a Twitch. Hát, nálunk is ez volt egy hónapja nagyjából, modemet cseréltek, nagyon jó lett amúgy a wifi-s kapcsolat, nagyon szuper sebesség, 1,6 gigával képes letölteni dolgokat, viszont timeout-olnak a kapcsolatok, és hát ez úgy néz ki, hogy ez ilyen széria hiba, mert másoknak is ez volt a gondja. De nem lehet visszakérni a korábbi modemet, úgyhogy nálam az volt a megoldás, hogy vettem egy normális shootert, és hát az így felcsatlakozik az internetre a modemen keresztül, és az kezeli a kapcsolatokat a modem helyett, úgyhogy hát így jártam. Elkaptad a pestist, hagyd békén, te leprás!
Azt mondja, hogy... Ki kéne tenned egy táblát az ajtóra vagy valamit, vagy legalább a szádat eltakarni. And become the town pariah? I'm already the oldest worker in town. I don't need to give him another reason to avoid me. Hey, you're hale and healthy and possibly for hire. Tegyél jót egy öreg embernek. A good turn for an expiring old man? Hát végül is igazából jó, hogy hát úgy is nézhetem, hogy végre lett egy normális routerem. De nem örülök, hogy kényszerhelyzetben történt a vásárlás. De legalább lett egy tényleg nagyon szuper routerem. Még eddig sose volt mikrotik eszközöm, de ez nagyon durvának tűnik. Hogyan segíthetek? Hozd vissza a gyógyszeres cash-t. Powerful stuff. Stronger than what we got anyway. I need you to break in. Betörj, szerezd vissza a gyógyszert és hozz vissza. I'll do what I can. Feltételezem, hogy vannak őrök. You will not find any guards within sight of that old place. Marauders, on the other hand. Mit tudsz mondani ezekre a martalócokra? Egy egész banda van ott. Neked az IRL kapcsolatai tájmótolnak? Hát az fizetős. Fizetősek azok a kapcsolatok. Miért nem tudsz magadnak? Az adrenatine nem segített rajta. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Company policy. Mászol a vállalat nem fogja kezelni, mert már beteg. More like the company won't treat me, because I'm not healthy enough. So you'll do it? Persze, segítünk. You oblige me with your haste. Megkenéd, hogy sietsz. I feel the plague spreading. Oh, Lord, it's in my spleen now, I can feel it. Persze, hogy segítünk. Szörnyű kockázatot válasz, ha megbízol bennem. I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. Jó. Na, hát... You're making a mistake working for Abernathy. Nézd meg már rögtön. Excuse me. I'm Esther Blaine. Spacer's choice. Hallottam a beszélgetést, remélem nem gondolkodik azon, hogy beadja neki ezt a gyógyszert. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Az antrocilin nem használ neki. You're better off selling it to me instead. Inkább neki adjam el. Valami tünetei vannak. Azt mondod, hogy pszichoszomatikus? All I'm saying is Abernathy's worked in this town longer than some of us been alive. How do I put this gently? He's got a lot of cobwebs up in his attic. I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. Nem tudjuk meggyőzni, sajnos. Ez egyáltalán nem gyanús. I'm doing right by the town. Jót teszek a városnak. You bring me that medicine and I'll see that it goes to the right people. That's all I can ask of you. Ez eddig nagyon tetszik. Tehát jöttünk a városba, ugye, hogy legyen alkatrész a hajóhoz. Útközben kaptunk egy feladatot, hogy hajtsunk be kvázi adósságokat. Elmentünk adósságot behajtani, és már is kaptunk küldetést, hogy az egyiknek gyógyszert kéne hozni, és amikor már hoznám a gyógyszert, elindulnék, hogy gyógyszert hozzak, akkor már is jön egy arc, aki azt mondja, hogy hallotta a beszélgetést, inkább neki adjam a gyógyszert. Ez úgy hangzik, mint egy jó RPG, srácok. Szava, Tony. Ez nagyon jól hangzik, srácok, eddig. Viszont az, hogy futok és úgy ugrok, és nyomok leap-et is,
A leap nem csinál semmit futáskor, amikor ugrok. Tehát, hogy így elnyomom, de semmi. Abszolút jó RPG? Eddig semmi bajom ezzel a játékkal. Fújó. Hát is 24 órás. Te vagy már egy 24 órás istam. Na akkor itt vannak a martalócok, srácok. Martalócok. Húha! Hogy a baj? Nagyon nyengusz a kis pisztolyom. Deliveress Marsot sikerült végigvinned. Na és hogy tetszett? Azt hiszem azt amúgy adták Epic ingyenesként. Igen, ezt olvastuk, meg ezt is olvastuk. Azt mondja, hogy páncél. Az jöhet. Lopakodási készségek. Száztízes dips. Fűrészelt puska. Az egyik fegyver vagy páncélelem elromlott és minimális hatékonyságú. Igen? Húha. Azt hiszem baj van. Azt hiszem baj van, srácok. Érdekes volt? Na, tök jó. Na, milyen gyorsan tudunk vajon visszamenni. Oké, elfötte van amúgy a quick save. És ezt megnéztük.
Ja, látom, ez 5%-os ez a puska. Ja, most kiírta, hogy elromlott. Jó. A mérnöki képességgel rendelkező játékosok megjavíthatják a felszerelésüket munkapad nélkül. Jó. És akkor most felvesszük a rucikat is. Szevazzák ki, szevasztok srácok. Hát ez nem jött össze. Megvan. Azt írja, hogy a fegyverek, meg a páncélok azok romlanak használatkor, és most így, hogy megöltük ezeket, 10%-ot romlottak amúgy, majd romlott a fegyverünk. Who ate my lunch? Szana szét tudjuk magunkat itt lootolni. Na az. Na azt nézzétek, 2-10-es deeps. Hogy feltűnésmentesen kell ezt csinálni, és akkor nem gond az illegális tevékenység, de hát szerintem itt most már csak a kis bogarak vannak. Úgyhogy ebből nem lesz baj. Jó, kezdek amúgy eltévedni. Számos terméket kínálnak megvásárlásra, többnyire egy cégtől, a 20-as vagy magasabb EQ képesség lehetővé teszi, hogy eladj tárgyakat az automatáknál. Akkor gondolom nem tudok még eladni. Thank you.
Ettől a zenétől az Atomic Heart jutott egyébként eszembe. Hát ez hihetetlen, hogy a mindenséget is ki lehet lootalni. Jó, nem akarunk kimenni. Aha, már látom, hogy hol vagyunk. Kinyitottuk a shortcutot is. Volt benne valami kis pisztoly. Vajon mi lehet itt a max szint egyébként? Igen, klasszikus Bethesda izé, túlterheltségünk lesz itt is a minden lootolásában. És mondjuk a Bethesda játékokban minden lootolás az nagyon brutális. De jól néz ki az ég. Rank up! Hold the line! This Hamlet shall not fall! Hoppácska! Védjétek az eszeteket! Sziasztok! Hello! Köszi szépen a rédet, bánás! Na mi újság? Mi jó volt ma a téma. Szevasztok, szevasztok, skacok. Mi éppen most kipróbáljuk itt ezt az Epic ingyenes játékot. A Thief volt a másik. És ilyen, hát nagyon ilyen puffogtató, durrogtató karaktert raktunk össze. Bár ahogy néztem, ez egy nagyon-nagyon vicces játék így a párbeszédekben. És már bánom, hogy nem ilyen beszélőkébe jó karaktert csináltam. Hát... ez a szépsége az RPG-knek. Ez Obsidian, igen. De a Bethesdákra emlékeztető ez a... brutális sok loot. Meg ugye ők csinálták egyébként a New Vegas-t. Úgyhogy kunyítanak ehhez a stílushoz. Rottyálások voltak? Na. Egy jó kis rottya. Jó kis rottya mindig jó. Hát majd lesz mit visszanézni. Nagyon tetszik amúgy, hogy ez ilyen vicces, vicceskedő, kreténkedő ez a játék, mármint így jó értelemben. Nem tudom, hogy nekem ez miért maradhatott ki. Mondjuk 2019-ben nagyba pergett a Tarkov, úgyhogy valószínűleg azért maradt ki ez a játék. Én nem is tudom még mit játszottam akkoriban. Tényleg, amúgy a PS Plus-ba bekerült az Outer Worlds, mármint hogy azt így ingyen adták az egyik hónapban. Thank you.
Azt a rat. De, de ez a játék már volt korábban ingyen Epiken. De pont valószínűleg ilyen karácsonyi alkalom akkor. Úgyhogy, hát én ugye akkor meg nem streamelek, és így... így azért nem próbáltam korábban. Nem, ez ilyen gépi magyarítás. Hát nagyjából mindenhez van már gépi magyarítás, amit így mostanság adnak ki, és így nem full online a dolog. Mondjuk a Last Epochhoz van, de az más. Mondjuk, hogyha egy AAA csinál egy multijátékot, akkor azt valószínűleg nem lehet magyarítani. Egy Last Epochot még lehet. A megjelenéskor pedig Game Pass-es volt, aha. Ott az Esther, ugye Esthernek is lehet adni, meg lehet Abernethynek is adni. Na nézzük, mi van akkor, hogyha az Esthernek adjuk. Somebody's been running around town raving about a colony ship. Plague must have gone into their brain matter. Kontrollerrel nem volt annyira fán, így jobbnak tűnik. Hát kontrollerrel talán úgy lehet fán, hogyha mondjuk rámész arra, hogy nem kell annyira célozni, lopakodsz, meg így kidumálod magad a szituációkból, talán akkor lehet jó kontrollerrel. Vagy hogyha nagyon rámész erre az időlassításra. Most is benne van a Game Pass-ben. Ez egy 60 eurós játék egyébként. Durva. Megvan a gyógyszer. I'll see to it that this medicine gets to the people who need it. Here. Something for your trouble. Nothing personal, but I hope we never do business together again. Nem akar a csempészekkel érintkezni. Spacer Choice hírnév növekedett ezzel. Ez nem ilyen egyszerű. Ha azt akarod, hogy hallgassak, meg kell venned. Soha. Ez durva. Legalább hagyd nekem valamit, amivel emlékezhetek rád. You do have some cheek on you. Lucky for you, I kept a little contingency fee in case you tried to negotiate with me. Adott nekünk pénzt. Kíváncsi vagyok, kinek fogod beadni azt a gyógyszert? Valaki, aki megérdemli. Silas, on account of him being out in the cold. Amelia, seeing how she's around people all the time. Anybody in the sick room? Oh, I'm an actuary. That means aktuárius. I keep tabs on a worker's living expenses. Nyomon követi a munkavállalók megélhetési költségeit. Szóval ki a Joy, üdv mindenkinek, srácok. Ő a Spacer Choice HR-es gyakorlatilag. Na nézzük, mit tudunk mondani a csávónak. Ott van, 2%-a javult az igazgató tanács, és 20%-kal a Spacer Choice. Na nézzük. Oh, sweet merciful. Egy rabló van a házamban. Marauders in my domicile. Adját az összes alkatrészét. Szóval szeg amúgy azért mondja, mert hogy martalóc ruha van rajtunk. De jó. Mondom, ez úgy hangzik ez a játék, mint egy jó RPG. Please don't kill me. I still gotta pay my gravesite fees. Oh, wait. It's just you. Nears killed me with fright. At least I know I ain't hallucinating. You need something? Bocsánat, Abernethy, valaki mást akadtam, azt az antrocilint. You what? But why? I was dependent on you. Does it feel good? Jó érzést megfosztani egy öreg embert az utolsó remény foszlányától? Igen, egy kicsit. Maga tényleg egy nagyszerű ember. Remélem valaki pestises beleköp az italodba. Azért jöttem, hogy beszedjem a sírhely díját. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Here, take my vedd el a díjam. Soha nem kapom meg azt a gyógyszert, szóval akár vehetek magamnak egy sírt is. Valami szépet és színeset.
Plenty of room to spin around inside. Na hát ez jó volt. Keresünk Bert Pamut. Guillaume Antrim. Fizetéses utánvétel. Jól van. Jól van. Az a helyzet, hogy azt kell mondja, hogy jól van. Srácok. Na? Mit szóltak ez a játékhoz? Én nem gondoltam volna, hogy ez egyelőre, ez alapján, az egy óra alapján, lehet, hogy elhamarkodott tényleg ez a kijelentésem, de sokkal jobban tetszik, mint egy Starfield. Sokkal érdekesebbnek tűnik. Érdekes volt a maga módján a Starfield is, de nem volt olyan, hogy úristen, akarom még, tehát hogy az a stílus, amit a Starfield így előkészített, az a rejtélyesség, misztikusság, nem volt annyira ütős, mint ami általában egy olyan sorozatnál, vagy egy filmnél előjön, hogy úristen, akarom még nézni, még jobban akarom, mert tudni akarom, hogy mi van. Nyilván nem csináltam meg ott a frakciós questek mindenségét, tehát hogy tudom, hogy még nyilván lenne benne content, és azt mondtátok, hogy az igazán content a játékban, a Starfieldben. Nem tudom, ez a maga kreténségével, viccességével nekem sokkal jobban átjön, ezzel nem azt mondom, hogy a Starfield szar lenne, élveztem azt is, jó volt, viszont ez ennél, annál jobban tetszik, és tudom, hogy ez másabb, de lehet, hogy ez hozzám közelebb áll. Nagyon tetszik tényleg az, amit elmondtam nektek, hogy jöttünk ide, a hajónkat akarjuk javítani, kaptunk egy küldetést, hogy szedjünk be pénzeket. A pénzbeszedés közben mondta az egyik csóka, hogy szerezzünk neki gyógyszert, és amikor kijöttünk a házából, jött egy random arc, aki azt mondta, hogy hallotta a beszélgetésünket, mi lenne, ha inkább a gyógyszert neki adnám, és ő valami olyas valakikhez jutatná el, akik a csávónál érdemesebbek. Nagyon tetszik. Tetszik, hogy mennyi mindenre figyeltek, ami tényleg egy ilyen jellegű RPG-be kellhet. Nem tudom, hogy mi lesz így a későbbiekben, mennyire lesz komplexebb, már amúgy nekem ez is így bőven elég. Ez Obsidian game, aha. Érdekesebb is, kevésbé akciódus, több a párbeszéd benne sokkal. Uh-huh. Nem raktam magasra a lécet. Mondom, nekem a maga szépségében a Starfield is tetszett. Ez az Outer Worlds meg egy jó kis RPG-nek tűnik, egy klassz játéknak tűnik. Úgyhogy szerintem mindenféleképpen érdemes begyűjtenetek, hogyha így ez a zsáner tőletek nem áll távol. Hát a második rész megjelenésével meg még várnunk kell meg, mert még semmit nem mondtak azzal kapcsolatban, csak annyit pár éve, hogy lesz és hogy jön. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Ha az jön, megnézzük azt is. Köszi szépen a figyelmet, srácok. Remélem, hogy tudtam nektek ezzel segíteni, hogy be akarjátok-e gyűjteni, vagy esetleg nézni róla egy végigjátszást, vagy esetleg ti magatok játszanátok végig. Ez egy jó felfedezés, én úgy gondolom, így az Epic ingyenesek között. Ez egy jó játék. Ez a verzió, ez a Spacers Edition, ez olyan, hogy ez egy remastered verzió, ami javított grafikával, magasabb szinttel és az összes DLC-vel rendelkezik.